Hát én bele is vágnék ebbe a mi is lesz itt a jövőben. Én köszönöm a lelki támogatást, mert enélkül nem fog menni. És köszönöm előadóinknak pedig az őszinte beszédet, mert annélkül sem fog menni. Balázs, Túlpíró Balázstól ugye hallottuk, hogy nem elkerülhető az összeomlás, csak nem mindegy, hogy hogyan és milyen gyorsan, vagy tudjuk elassítani, illetve hogy mit tehetünk mi annak érdekében, hogy életben maradjunk, és megpróbáljuk ezt túlélni. Gyula Ivánnak remek ötletei vannak egyébként, amiről nem nagyon beszélt, hogy hogyan kell, meg hogyan lehet egyébként otthon önállóan megtermelni úgy az élelmiszert, hogy egy egész családot el tudjunk vele látni. Én már a múltkori konferenciánkon is mondtam az Ivánnak, hogy beszéljen erről egy kicsit, hiszen túlnyomó részt hulladékot eszünk, ha nem tudjuk, hogy honnan származik, mert tele van műtrágyával és minden egyébbel az, amit megeszünk, és ráadásul még műanyaggal is. Úgyhogy ezen túl jól meggondolom, hogy kell-e nekem tengeri hal például. Professzor úr zseniálisan adja elő az egybites üzenetet, amit jó lenne, hogyha mindenki megértene és felfogná, hogy ez egy nagyon bonyolult rendszer, de attól, hogy a homokba dújjuk a fejünket, ettől ez még van és lesz is. És hát Zoltán pedig magát a valóságot mutatja meg. El kell menni Krisna-völgybe, és meg kell nézni, és azt a komplexitást, ahogy ők élnek, az oktatással, lelki gondozással, szeretettel, közösségépítéssel, önfenntartással, az azt gondolom, hogy követendő példa. A katolikus egyház is számos esetben ezt teszi, és azt hiszem, hogy a jövő megértéséhez, megtúléléséhez szükség van önökre, szükség van az egyházakra, szükség van a papokra, a tanítókra, olyan tanítókra, akik az életet úgy fogják fel, ahogy a Krisna völgyben fogják fel, ahogy a katolikus egyház, ahogy Ferenc pápa üzen nekünk. Nem tudjuk kivetíteni a kérdéseket, de számtalan kérdés érkezett hozzánk. Ha megengedik, akkor én ebből felolvasnék egy párat, és azt tudom önöknek ígérni, hogy a Post Fossil Life Facebook oldalon és az Elveszett Állatok Alapítvány honlapján minden kérdésre előadóink válaszolni fognak a későbbiekben. Tehát amit itt nem tudunk most megbeszélni, mert 20-valány kérdésre nem tudunk választ kapni, azt velük megbeszélve a válaszokat fel fogjuk tenni a honlapra. Az első kérdés egy nagyon érdekes kérdés. Úgy szól, hogy közösségek, elfogadás, szeretet, törődés. Női értékek hangzott el. Ma egy női előadó sem volt. Esetleg nem jött el az ideje annak, hogy a nőkre bízzuk a megoldást a férfiak után? Uraim? Én szívesen. Lehet válaszolni ott a mikrofon? Na, valaki válaszoljon. Jó, én csak azt mondtam, hogy én szívesen, és át is adom rögtön a helyemet, úgyhogy én örülnék neki. Én még jobban örülnék neki, nagyon szeretem a nőket. Szerintem alapvetően egész más lenne a világunk, ha több lenne benne a feminin vonás. Persze a nőket is magával tudja ragadni ez az egész hacacári, ahogy élünk, mert hát kell a karrier, de azért alapvetően az a néhány fogalom ugye együttérzés,
érdeklődés, törődés, áldozatkészség, szeretet, amiket felvetítettem. Én ezekre nagyon szeretem azt mondani, hogy ezek alapvetően női értékek. Tehát, hogyha inkább női értékek dominálnák a világunkat, és ebben valószínűleg a nők tudnának segíteni nem is keveset, akkor vélelmezhető, hogy talán egy picit jobb irányba menne, vagy mindenképpen élhetőbb lenne. Csak 30 másodpercben. Van a Bhagavad Gita-ban egy vers, ami arról beszél, hogy hogyan tud az ember tudáshoz jutni, és ez a tudásszerzés folyamata. A tudásszerzés folyamata az úgy kezdődik, hogy amánitvam, adambitvam, ahimszák, sántir, árgyavam, meg még egy csomó másik tulajdonság, mert csak és kizárólag tulajdonságokról van szó. Ami úgy kezdődik, hogy alázatosság, büszkeség nélkül is, a kettő az külön van említve. Erőszakmentesség, elfogadás, elégedettség. Ezek azok az értékek, én nem annyira azt mondanám, hogy női értékek, ezek azok az értékek, amik segítenek abban bennünket, hogy tudáshoz tudjunk jutni. Tehát ezen értékek nélkül, ezen tulajdonságok nélkül nagyon nehéz lesz tudáshoz jutni. És hogy miért nincsenek most itt hölgyek, azt majd a szervezőktől megkérdezzük. Majd írásban válaszolunk. Mert nem találtunk olyan hölgy tudóst, vagy olyan hölgy ökológust, aki ebben a témában autentikus lett volna számunkra. És minden a katolikus egyháznak nincsen női papja, csak férfiak. Ez mióta a világ ilyen. És mindenféleképpen szerettük volna, hogyha a krisnásoknak pedig az egyházelnöke jönne el, ezért így urak lettek, de magában a témában mi nagyon sokan dolgozunk egyébként, hölgyek. Mint például én is. Valóban permetezik-e az eget a látszólag utasszállító kinézetű repülőgépek? Egyes nyilatkozatok szerint csak kondenscsík, amit láthatunk, más vélemények szerint klímavédelmi célból teszik. Erre számítottam, erre a kérdésre. Ez elég régi történet. Ugye a repülőgépek azok ilyen 10-11 ezer méteres utazó magasságon vannak, ott ilyen mínusz 51 nehány fok van, és ugye az üzemanyag égéséből víz szabadul ki, meg mellette még más anyagok, és ezeken jégkristályok képződnek, ez amit látunk. Tehát ezt mi magunk is, ha fölmegyünk a repülőgépen, persze azt nem látjuk, hogy mit húzunk magunk után, de más repülőgépeket igen. Tehát ez elkerülhetetlen fizikai folyamat. Egyébként, ha valaki permetezni akarna onnan, az nagyon rosszul járna, mert a légkörnek a felső része, a felső 3-4, az úgynevezett szabad troposzféra, az teljesen elkülönül az alsótól, tehát mondjuk egy ejtőernyős keresztül esik rajta, de ha ott kipermeteznének valamit, az körülbelül háromszor kerülné meg a Földet, mielőtt valahogy onnan kikeveredne, tehát az nagyon gazdaságtalan lenne, ezért nem is a mezőgazdasági permetezést, azt nem 11 kilométer magasságba csinálják, hanem lehetőség szerint a felszínhez minél közelebb, mert akkor lehet a permetszert a kívánt területre eljuttatni. Tehát ha valaki sok sikert hozzá, valaki ott fönt akar permetezni, mert azt nem tudja, hogy kinek a fejére fog majd valamikor egyszer hullani, kb. Egy hónap múlva, mert akkorra fog ez onnan leérni. Tehát, hogy ennyit erről. Jöjjön egy következő kérdés. Igaz, hogy az akkugyárak miatt legyarult humuszt Hollandiába vitték? Mi lenne normális esetben a legyarult humusz sorsa? Mi szabályozza ezt? Lehet olyan jogszabályt hozni, hogy a humusz az közvagyon? Szerintem ez Ivánt illeti, én csak pontosítok, mert ez talán legutóbb tőlem hangzott el, én pedig mondjuk úgy első kézből hallottam Debrecenből. Nem Hollandiába vitték, hanem Németországba, tehát amikor a BMW megvásárolta azt az adott területet, azonnal meghámozták és már rakták is vonatokra, vagonokra a humuszt, a jó magyar humuszt, meghallgattuk hány aranykoronás, és vitték ki Németországba, hát ezen érdemes elgondolkodni. Igen. Gábor?
Gáborhoz tenném fel a kérdést. Nem én írtam, én csak olvasok. Isten vajon elaltatni, vagy felébreszteni akar minket? És Isten egyháza? Ki volt az, aki idézte, hogy a valóság az én Istenem, és ez egy atyának a szájából hangzott el, ugye? Nekem nagyon tetszett az, hogy az előadások, pontosabban az egész konferencia címében benne van ez a szó, hogy álom, meg főleg az, hogy valóság, és az én hitem szerint is igazából egy valóság van, ami különböző oldalokról közelíthetünk meg, és amikor az egyház az Istenhez egymáshoz akar közelebb hívni minket, akkor ugyanerről a valóságról beszél, és az alternatív valóságok helyett szeretné, hogy ide rátaláljunk, szembenézzünk azzal, ami van. Ez természetesen ilyen propagandák, meg kényelmes féligasságok, ahogy a gazdasági, politikai életben, ugyanúgy az egyház történelmében is elhangzottak. Ezt be kell vallani. De mint iránymutatás, és a hitünk, egyházunk, vagy egyházaink alapítói egy őszinte valóságra irányuló megközelítést képviseltek. De hát ez mindig esendő embereken keresztül történhet meg, akiket szintén akár csábíthat érdek, vagy valamilyen olyan szempont, ami nem ebbe illeszkedik bele. A kérdés, a meghívás, az újra és újra a megtérés. A híveknek, minden jó akaratú embernek és az egyház tagjainak is, hogy a valóságról beszéljünk és a valóságra hívjuk az embereket. Köszönöm szépen, és mi külön büszkék vagyunk arra, hogy itt van közöttünk, hiszen mi is a valóságot szeretnénk megismertetni a társadalommal, és ebben önöknek, egyházi vezetőknek, egyházi tanítóknak, papoknak szintén óriási szerepe van, és a kettő egymás nélkül nem fog menni. Jöjjön egy következő kérdés. Izlandon fűtenek a meleg vízzel, geotermikus energia. Nálunk miért nem? Ugye itt alapvetően az energiatermelésről volt szó. Ugye a föld hőjével csak azokon a helyeken lehet fűteni, ahol vagy túlnyomásos víz, vagy gőz van. Tehát az alatt, tehát alacsonyabb hőmérsékletű vizet, azt legfeljebb ilyen rövid távon, közvetlenül a kitermelés környezetében, és csak fűtésre lehet használni. Tehát villamos energiatermelésre csak gőzt lehet használni. Izland abban a szerencsés helyzetben van, hogy a gőz magától kijön a föld alól, és semmit nem kell vele csinálni, és azt közvetlenül lehet energiatermésre használni. Reykjavik energiaellátásának 99%-át földcsővel állítják elő. Ezt a föld nagyon kevés helyen lehet megtenni. Magyarország is gazdag geotermikus energiába, csak itt a hőmérsékleti gradiens olyan, hogy itt energiatermelésre ez nem használható, mármint villamos energiatermelésre, mert nincs gőz, és ezért csak fűtésre lehet használni, de ennek meg úgy kell a föld alól kiimádkozni, aminek mindenféle technológiai nehézsége van, és ezért ezt viszonylag korlátosan lehet csak használni azokon a területeken. Tehát, hogy az, hogy villamos energiát termeljünk Magyarországon földhővel, az teljesen reménytelen, mert egyszerűen nincs olyan hőmérsékletű fluiduma, vagy hát folyadéka a felszín alatt. Köszönöm szépen a választ, és akkor jöjjön Gyula Ivánhoz is egy kérdés. Van biokullancs és szúnyogírtás, miért nem használják? Ez a kérdés. Van biokullancs és szúnyogírtás. Tehát nem a vegyszeres, hanem értem. Bioanyaggal. Én híres vagyok arról, hogy minden élőlényt kímélek, kullancsot, szúnyogot, mindenkit. Úgyhogy nekem a bio az csak annyiban lenne szimpatikusabb, hogy nem olyan ártalmas, mint a kémiai.
De azt szeretném mondani, hogy az Isten nagy bölcsességében erre a földre sokféleséget teremtett. És ezt a sokféleséget nem is kellett neki más csinálni. Elég volt a sokféleség. Mert a sokféleség ez egy rendszer. Tehát ő tulajdonképpen egy rendszert teremtett. És ugye én ökológus vagyok, szívesen letagadom, de egy dolgot megtanultam az ökológiában. Ugye ez arról szól, hogy az élő lények és a különböző folyamatok hogyan korlátozzák, hogyan limitálják egymást. És hogyha ilyen limitáló dolgok nem lennének ezen a földön, akkor valaki lehetne végtelen. Hogy az ember problémája pontosan abban leledzik, hogy megpróbálja magát elválasztani ettől, hogy őt is limitálják, és végtelenné akarja tenni a saját hatalmát a természet és minden élőlény fölött. Szóval amikor így beleragasszák a nyugati dióburok fúró legyet a sárga, ragacsos feromonnal átkent labba, akkor én könnyezek ezekért az állatokért. Egyszerűen azért, mert hát most képzeljék el azt, hogy egy élőlényről van szó, akinek vannak ugyancsak érzékelései, ha csak más nem. És ő elszenvedi azt, amit egyébként mi nem kívánnánk magunknak. Tehát ennyi empátiánk mindenkivel szemben lehet. De szeretnék mondani ezen túl egy ökológiai érvet, az pedig az, hogy az az élőlény, ami abba a sárga ragacsos labba beleragad, az nem lesz része a táplálékláncnak. Az egyszerűen fölöslegesen született meg. Mert azért születtünk, hogy belőlünk mások megújuljanak. Gyula Ivántól szeretnék idézni, a jó Isten feleslegeset nem teremtett, csak szükségeset. Zseniális mondat, és akkor menjünk át a svédekhez. A svédek 100%-ban elégetik a szemetet, és meleg vizet csinálnak belőle. Nálunk ez megoldható lenne? Hát persze, hogy megoldható, ezt gyakoroljuk is egyébként. Háztartások is gyakorolják. Vannak olyan részei Magyarországnak, ahol elég kiterjedten, de viccet félretéve ez az energetika hasznosítás, ez a legutolsó. Ez talán jobb, mint az eltemetés, de tulajdonképpen szó volt a műanyagról. A műanyag ugye az fosszilis alapon képződik, ugye egy vegyipari folyamatnak a terméke, és hát akkor az azt jelenti, hogy a végül az a szén az ugyanúgy, mint a fosszilis energiahordozókból a légkörbe került, tehát tulajdonképpen, és többet már nem tudunk ugye vele mit kezdeni, tehát ez a legutolsó fázis, meg lehet csinálni, és mondom, a tengerbe kikötő műanyaghoz képest ez egy jobb megoldás, meg még talán a földbeásotthoz képest is, de egyébként hát az egésznek eleve nem kellene, mit tudom, 800 millió tonna hulladék vagy műanyagot gyártani évente, és utána az óceánokba juttatni. Szerintem ott kellene kezdeni az input oldaláról, nem az output. Az outputot már az a veszett fejszennyele, hogy ott mit kezdünk a hulladékkal. Igen, de hát elsősorban arra kellene valahogy az emberiséget rávenni, hogy ezt a mérhetetlen túlfogyasztást, beleértve önmagunkat is, fejezzük be végre, és annyit fogyasszunk, amennyire szükségünk van. Mert hogy attól, hogy lesz 3 autóm, 5 tévém, 6 telkem, meg 10 családi házam, attól anyagilag gazdagabb leszek, de amikor a sírba megyek, az itt marad. Azt nem viszem el magammal. Ahogy megteremtett bennünket a jó Isten, ugyanúgy fogunk távozni. Tehát én azt gondolom, hogy elég. Elég, hogyha a saját családom és a saját magam fenntartásához szükséges élelmiszert vásárolom meg a használati tárgyakat, és nem kell ebből felhalmozni, és ma a világ e felé tart, túlfogyasztás, fogyasztás, fogyasztás, túlfogyasztás. Igen, van az a mondás, hogy a koporsó nincs vonóhorog. És ez milyen komoly mondat. Iván? Én csak szemléleti oldalról szeretném ezt a kérdést megközelíteni. Tehát, hogyha mi újrahasználunk műanyagot, és égetünk, és nem tudom, miket csinálunk, akkor tulajdonképpen csak konzerváljuk azt az állapotot.
mert ugye üzletet csinálunk a recyclingból és minden másból, és ezzel konzerváljuk a hulladék keletkezését, sőt, érdekelté válunk benne. Egyetemista koromban jártam tanulmányi kiránduláson a budapesti Rákospalotai hulladékéget, Rákospalota, ugye? És nagyon kedvesek voltak, és bemutatták, hogy hogy működik a rendszer, komoly szűrők, stb. És egy érdekes momentum maradt meg ebből a bemutatóból, hogy elég stabil az energiatermelés ennek a hulladék égetőnek, kivéve augusztusban kicsit megcsappan, leesik. És megkérdezték tőlünk, hogy na vajon szerintetek mi lehet ennek az oka? Nem tudom, tudtunk-e válaszolni? A megoldás az, a dinnyehéj belekerül a kommunális szemétbe, akkor különösen is sok zöld hulladék, és ez természetesen még a vizet el tudja porlasztani, vagy pároloktatni, gőzöltetni. Ez a hulladék égető, az rengeteg energia befektetéssel jár. Alternatíva legalább ezen a területen a komposztálás és a közös, tehát a körkörös gazdaságra való áttérés, ami természetesen városi környezetben nehéz, de most mi éppen a kollégiumban egy 8. kerületben telepítünk egy komposztálót, és bízunk benne, hogy közösen ezt fogjuk tudni üzemeltetni. Na, hát ez egy nagyvárosban élő ember számára is újdonság, úgyhogy azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy áttérjünk erre a technológiára. A következő kérdés úgy szól, hogy a negatív kamatos pénz reális megoldás-e? A 2009-ben a Magyar Parlament által tárgyalt éghajlatvédelmi ösztönző rendszer bevezetése reális lehet-e? Bocsánat, ezt én követtem el annak idején. Szerintem az intézményrendszer az reális lenne, de ehhez nem volt politikai akat, se akkor, se azóta sincs, úgyhogy szerintem teljesen irreális. Jó, és akkor még egyszer Ivánhoz egy kérdés, nekem ez nagyon tetszik. Mikor jön létre a bölcsek tanácsa Gyula Iván részvételével? Kik a különböző tudományterületek bölcsei? Kik ma a társadalomtudományok bölcsei? Hát nem valami bölcs módon most magamtól fogok idézni. De a múltkori előadásomat úgy zártam, hogy a legnagyobb bölcsesség is túl korán hagyja el az ajkunkat. Ez annyira igaz, hogy összeszerelő ország helyett lehetnénk mezőgazdasági. Jobban kellene támogatni a kistermelőket. Ez egy kérdés. Kérdőjel nélkül. Az ártéri vízgazdálkodást hogyan lehetne... Bocsánat, Zoltán? Csak egy nagyon rövid dolog erre, hogy én azt hiszem, hogy nekünk a közösségi gazdálkodást kellene elkezdeni valahogy fölépíteni, hogy kis közösségek hogyan tudnak együtt építeni agrár, picike kis modelleket. És ugye, hogyha nézzük a magyarországi településeket, nagyon kevés olyan település van 10 000 fő alatt, aminek nincsen önkormányzati tulajdonban annyi földje, hogy az összes ott lakó embert el tudja látni zöldséggel, gyümölcsel és gabonával. Ha sikerülne ilyen kisebb járásokat, kisebb zónákat kialakítani, víz és élelmiszerellátás az a legszűkebb, ruha az már kicsit tágabb, energia az már még tágabb, ruha egyébként, ez Krisna-völgyben készült, ez nem tudom kinek van itt saját ruhája, amit az ő közössége készített, szóval kellenek ezek a kis gyűrűk, vagy ezek a kis körök, és az önellátást, az sosem lehet értelmezni egy közösségre vetítve, sosem fog megvalósulni. Krisna-völgy sose lesz önellátó. Krisna-völgy bizonyos részben önellátó lesz, vízben például az, gabonában, egyebekben az, de ehhez közösségek hálózatára van szükség. És amikor kis közösségekről beszélünk, akkor ezeknek a kis közösségnek a hálózatáról lenne szükség ahhoz, hogy komoly eredményt el lehessen érni Magyarország
élelmiszer önellátásában. El kell menni a kristalvegybe és tanulni kell önöktől, én úgy látom. Ezt sokaknak meg kéne tenni, de hogy ne csak a Krisna völgyén maradjunk, például el kell menni Tihanyba, vagy Pannonhalmára, hiszen a katolikus egyház is évszázadok óta termel zöldséget, gyümölcsöt, levendulát, notabene sört, bort, pálinkát. És érdemes megnézni Pakony Bélt, Jeromos atyájékat. Érdemes elmenni oda, fantasztikus közösség élelmiszertermeléssel. Mindenképpen erre ösztönözzük önöket, hogy menjenek el, nézzék meg. A környezeti kihívások óriási társadalmi kihívásokkal, megrázkódtatásokkal járhatnak. Hol vannak, és mit mondanak erről a társadalomtudományok képviselői? Uraim? Igen, amikor két héttel ezelőtt volt az az említett rendezvény, ugye a pedagógusoknak, akkor hát hasonló témában ugye adtuk elő. Azóta egy dolog történt a világban, az izraeli háború. Tehát az úgy elgondolkoztatta az embert, hogy jó irányba megy-e a világ, meg hogy azok a magasztos célok, hogy minek kellene megvalósulni, hogy egyáltalán azon az úton vagyunk-e, és hát a válasz elég egyértelmű, tehát hogy nem. Én is azt látom, hogy ugyanitt én például természeti korlátokról beszéltem, de én az embert sokkal komolyabb társadalmat, sokkal komolyabb veszélyforrásnak tartom. A természeti dolgok, amik előttünk állnak, azok gyerekjátékok ahhoz képest, amit a társadalom fog egy ilyen beszűkült világba produkálni, amit az emberek fognak egymással csinálni, lásd akár mostani történések. Tehát, hogy óriási a kockázata ennek, és a legnagyobb baj, hogy nincs működő modell, ami ezt akár csak meg is próbálná kezelni. A közgazdaságtannak végképp nincs. Tehát az, hogy a növekedésről a pénzügyi rendszer, a gazdasági rendszer lejöjjön, erre nincs se szándék, sem működő elképzelés. És hát ez, én szerintem ez a legnagyobb kockázat ebben az egészben. Nem az, hogy elfogy a foszfor, vagy az olaj, vagy bármi, az, vagy az éghajlatváltozás sem, hanem hogy az emberiség mit fog kezdeni másikkal, vagy saját magával, tehát hogy ebbe én sokkal nagyobb kockázatot látok. Hol vannak a társadalomtudósok? Hol vannak úgy általában a tudósok? Valahol ott, az emberek meg itt. És a kettő közötti híd nem nagyon akar létrejönni. Ráadásul az életünk minden területén, és ez a tudományra ugyanúgy igaz, paradigma váltásra van szükség. Tehát egy akkorát kellene nem is lépni, ugrani, amit még elképzelni is nehéz, de azt elképzelni, hogy ezt meg is tennénk, hát az gyakorlatilag science fiction. És bár picit érzem, hogy bilibe lóg a kezem, de azért úgy reménykedem abban, vagy inkább hiszem azt, hogy az ilyen típusú kezdeményezések, mint amiben mi vágtunk bele a Pannon Egyetemmel, nem is olyan régen, hogy hívjuk ezt polikrízisnek, tehát az életünkről van szó, meg ami ránk vár, hogy ezt minél jobban körbejárva, különböző tudományterületeket egyesítve tanulmányozzuk. Mert ezt nem lehet önmagában természettudományi problémaként kezelni, ezt nem lehet önmagában lelki problémaként kezelni, ezt nem lehet önmagában társadalmi problémaként kezelni. Azzal együtt is, hogy András minden szavával egyet értek, tehát itt sok érdekes dolgot elmondtunk, amikből óriási baj lesz, de sokkal hamarabb, sokkal nagyobb problémáink lesznek abból, hogy emberek vagyunk, és úgy működünk, ahogy működünk, és el sem tudunk oda jutni, hogy szembesüljünk a probléma valódi léptékével, és nagyon azért örülök különösen, hogy most a második alkalommal kicsit kilettünk egészítve a mentális meg lelki dimenziójával a dolognak, mert biztos vagyok abban, hogy a legnagyobb probléma forrása ez lesz, hogy az emberek szembesülnek a valósággal, vagy ahogy András szokta mondani, a valóság rájuk rúgja az ajtót, addig ugye tagadtak, ahogy tudtak, mindenféle módon félrenéztek, és ez egy olyan feldolgozhatatlan lelki terhet fog kiváltani, olyan sokkot,
pánikba esett emberek olyan tömegét fogja produkálni, ami szükségszerűen vezet el a káoszhoz. Márpedig, ha valami értelme van annak a tevékenységnek, amit itt páran próbálunk végezni a szemléletformálása, akkor az az, hogy az emberek szembesüljenek ezzel a helyzettel, foglalkozzanak, ne higgyenek nekünk, gondolkodjanak rajta, foglalkozzanak vele, egyszerűen mert mennél jobban átlátják a helyzetet, annál kevésbé fognak pánikba esni, mikor valami ilyesmi történik velük, mert így működik az ember. Tehát akkor azt fog eszébe jutni, hogy ja, erre már gondoltam, hogy ha ez van, akkor azt kell csinálni, és akkor valamit csinál. És ha kevésbé esik pánikba, kisebb lesz a káosz, kisebb káosz, hamarabb több időt és lehetőséget adunk a rendszernek, hogy konszolidálja magát, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz. Mert amit igazán el akarunk kerülni, szerintem ebbe egyetértünk mindenáron, az a pánik és a káosz, és annak a következményei. Hát ebben egyrészt a Cassandra programnak óriási szerepe van, és nagyon nagy szerepe van az egyházaknak is, hogy lelkileg hogyan készítjük fel a társadalmat, és hogyan próbáljuk meg kinyitni a szemüket. Egyébként a katolikus egyház is, és a Krisna tudatú hívők egyháza is, ha megnézzük mindazt, amit tesznek, akkor, és például Zoltániknál a völgyben, ez élő példa, nem kell sokat visszamenni az időben, körülbelül 150-200 évet, akkor is éltek ebben a világban emberek, csak ők most meg is mutatják, hogy hogyan lehet visszamenni a gyökerekhez, és hogyan lehet televízió, meg egy csomó olyan külvilági dolog nélkül is egészséges emberi módon élni, és erre biztat bennünket Ferenc pápa is, ami, ha majd valóban bekövetkezik, illetve ez egy folyamat, de amikor majd egyszer csak nem lesz áram, meg nem lesz szén, meg egy csomó minden nem lesz ebben a világban, ők akkor is meg fognak tudni élni a Földön, a papok is, vagy a katolikus egyház is, de az emberiség meg majd pánikrohamot fog kapni, hogy Úristen, nem, nincs villany, most akkor hogy fogok közlekedni a lakásban? Egyrészt nagyon köszönöm, hogy említetted a Cassandra programot, nem fogok kitérni rá, mindenkinek a figyelmébe ajánlom a cassandraprogram.info oldalt, de itt csak az egyházra térnék ki, ami vonal bennem egyébként az András féle idézettel indult el annó, ugye amikor elmesélte nekünk még melegibe, hogy a parlamentben hallotta ezt, hogy számomra meglepő, de nagyon pozitív meglepetés, hogy az egyházak milyen jó partnerek lehetnének, és remélem lesznek ezzel kapcsolatban ebben a folyamatban. Egyrészt a szemléletformálásban, mert hogyha a papokat sikerül ugye a valósággal szembesítenünk, ők azt le fogják fordítani azon emberek nyelvére, akik rendszeresen őket látogatják. És amiben szintén bízom, nem tudom, hogy itt van-e, akivel majd beszélgetni akarok, de a különböző katolikus, református, evangélikus, ökumenikus szeretett szolgálatoknak a részvétele ebben, már ha egyszer eljön az a pillanat, hogy majd kilátnak a prompt, konkrét nyomor enyhítéséből, hogy rajtuk keresztül elérni az embereket, hogy az ellenálló képességüket, a rugalmasságukat, a lelki erejüket fejleszteni egyrészt, másrészt meg a fizikai felkészülésüket, ami elengedhetetlen, és hát finoman szóval is szükséges, meg életbevágó lesz egy megváltozott világban. Habár nem kérdés volt, de köszönöm a felvetést. Én az egyházaknak és a kis közösségeknek a szerepét látom ebből a szempontból is, de ezen túl én azt hiszem, hogy az egyik, legalább számomra az egyik legfontosabb szerepe mondjuk Krisna völgynek az a fenntartható technológiák megőrzése. Hogy legyen olyan sziget, ahol, ha már máshol nincs, ott még megvan. És Tihanyban volt egy konferencia, ahova megkérték az előadókat, hogy beszéljenek fenntartható technológiákról, amiket hosszú távon, több száz év múlva is lehet használni, és én fogtam és eldugtam az egyik roll-up mögé egy eszközt, majd amikor én jöttem, akkor oda mentem, és elővettem egy kapát, és leraktam a színpad közepére.
tessék, ez az, ami fenntartható technológia. De hányan vagyunk most itt, akik hajlandóak lennének holnap elmenni kapálni azért, hogy jövő májusban majd legyen paradicsomja. Szóval ez az, akik föltették a kezüket, akkor ő nekik egy felhívás, alkossatok léci egy kis közösséget, költözzetek össze, kezdjetek el csinálni valami olyan dolgot, ami ezeket a fenntartható technológiákat a jövő számára megőrzi. Ez egy konkrét lépés, ami, hogyha mindaz a katasztrófa megtörténik, amiről hallottunk, ez lehet egy sziget ebben az egészben. Hajrá! Ahogy korábban szó volt róla, a társadalmi problémák azok katasztrofálisan nagyok. Ugye általában háromféle válságról beszélünk, gazdasági, társadalmi, meg környezeti válságról. Se a gazdasági, se a környezeti válság föl se ér, nyomába sem ér annak, amit a társadalmi válság eredményezni tud. Erre pedig én azt hiszem, hogy kis közösségek lesznek azok a szigetek, mencsvárak, vagy mentőövek, amik tudnak segíteni, ha megőrzik a hagyományos magyar paraszti technológiát. Ha nem őrzik meg, nem foglalkoznak vele, hát akkor good luck. Reméljük, hogy ide azért nem jutunk el. Alternatíva Gyula Iván, dobd el a kapát. Én a... Nagyon szép volt. A kapa az egyetlen, ami nem szép benne. Én tiltakozom a gyomok és kettévágott giliszták nevébe. Köszönjük szépen! Én nagyon örülök annak, hogy azt érzem, hogy van valami spirituális módon egy közös alap úgy köztünk, hogy egészen más területekről jövünk, de hogy már ha felmerült az, hogy milyen szerepe lehet az egyházaknak ebben a történetben, szeretném hozzátenni, hogy ahogyan Gelencsér András professzor úr is elmondta, nincsen olyan kidolgozott, működőképesnek látszó koncepció mondjuk a közgazdaság területén, ami alapján működhetne egy olyan társadalom, ami nem a saját vesztébe rohan hosszú távon. Én azt gondolom, hogy ez azért van, és próbáltam erről beszélni az előadásomban is, azért van, mert hiányzik ez az alap, amiről most mi együtt tudunk elindulni, lehet, hogy másképp fogalmazzuk meg, más szókészlettel, lehet, hogy mást értünk egy-egy fogalom alatt, de hogy van egy, így most köztünk annak az elfogadása, hogy létezik valami azon túl, amit most itt látunk. És enélkül nem fogjuk tudni megoldani. De persze önmagában sem fogja tudni egy egyház megoldani, mert szüksége van, hogy kapcsolatba lépjen mindazokkal, akik megfogják, nem a kapa, hanem a gerebje, az egy jó szerszám, az se. Egy locsoló kanna, az se. Mit lehet, mivel lehet dolgozni? Természettel, az élettel mindent megcsinál helyettünk, de nem rombol, hanem épít. És én azt szeretném mondani mindenkinek, hogy a természet beszél hozzánk. Fantasztikus dolgokat mond, emelkedett, nagyon szép hangja van. Az értelmünkkel sose fogjuk tudni felfogni, mert oly bonyolult. De a szívünkkel fel tudjuk fogni. Hölgyeim és uraim, az időnk véges, úgyhogy kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Én arra kértem előadóinkat, hogy üzenjenek egy-egy mondatban
a jövőnek, a jövő fiatalságának, a gyerekeknek, hiszen a mi célunk is többek között ezzel a programmal az, hogy a gyerekeket tudjuk megszólítani, és őket tudjuk majd felkészíteni egy nagyon komoly változásra ebben a világban. Ehhez mi segítségül kértük itt az előadókat, és ők ebben partnerek. És hát az a szomorú ebben a világban, hogy David Attenborough 60 éve erről beszél, csak az emberek inger küszöbéig sem jut el. Az az üzenet, amit mi itt most mindannyian egyként próbálunk önöknek, felnőtteknek elmondani, vigyék hírét a valóságnak, és utána pedig a gyerekek nyelvére lefordítva, egészen pici kortól kezdve egy szemléletváltással nevelni majd a gyerekeket, hogy amikor valóban ők felnőtté válnak, akkor tudják, hogy hogyan kell majd élni. Kezdeném Gáborral. Mit üzen Nevelős Gábor atya a fiataloknak vagy a jövőnek? Azzal a képpel, ami az egyetlen kép volt az előadásomban. Menj ki a természetbe, ülj le, lélegezz mélyet, engedd, hogy hasson rád mindaz a szépség, ami körülvesz téged, és próbálj meg hálát adni érte, és engedd, hogy ez formáljon téged. Köszönöm szépen. Kérem atyát, hogy adja át Hosszú Zoltánnak a mikrofont. Zoltán, ugyanez a kérdés. Én nem annyi a gyerekeknek üzennék, mert a gyerekek a felnőttektől függenek a jelenlegi helyzetben. Én csak annyit kérnék, hogy mutass példát, azt csináld, amiről beszélsz, és amikor csinálsz valamit, azt csináld a gyerekekkel együtt. Remek gondolat, professzor úr? Én nem üzennék, én szeretnék bocsánatot kérni a jövő generációjától, hogy feléltük előlük a földet, és nem hagytunk nekik, beleértve a saját gyerekeimet is, hogy nem hagytunk nekik életteret, és hát én nem szeretnék fiatalabb lenni. Úgyhogy ez elég sok mindent elmond, mert általában az emberek szeretnének így 60 fele megifjódni, én nem szeretnék. Én teljesen elégedett vagyok az, hogy a B oldal forog már, és abszolút megkövetem a jövő generációját, hogy így használtuk el előlük a földet, és saját magamat is beleértve. Köszönöm szépen, Gyula Iván. Ne akarjunk, hanem hagyjunk. Hát ezt a tömörséget nem tudom ígérni. Ahogy említetted is, én is inkább a szülőkhöz és a tanárokhoz fordulok, hogy képezzék magukat ebben a témában, ismerjék meg az összefüggéseket, értsék meg a folyamatokat azért, hogy képesek legyenek, és tudjanak a gyerekekkel beszélgetni erről, választ adni a kérdéseikre, vagy legalább együtt gondolkodni. Mert én hiszem azt, hogy az ember az hozhat szabadon döntést, az esetek optimális többségében, mondjuk kevésbé a szülő. És ez nem jó vagy rossz, hanem a döntés az az övé. De az csak akkor teheti meg hitelesen, ha tényleg őszintén szembenézett a valósággal, és az alapján dönt így vagy úgy. Mert ahogy a valóság majd kibontakozik előttünk, úgy egyre többen lesznek, akik kétségbeesve fordulnak a kérdéseikkel, válaszokat keresve hozzánk, és hogy akkor hányan leszünk, akik támaszt jelenthetnek a másiknak, ez kulcsfontosságú lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen az előadóknak egyrészt a válaszokat, másrészt az üzeneteket, vagy a gondolatokat, és át is adnám Rátonyi Kriszta műsorvezetőnek a mikrofont. Még egy hatalmas tapsot szeretnék kérni Mentzer Erzsébetnek, és természetesen az uraknak is a mai nap tekintetében azt gondolom, hogy mindannyian nagyon fontos gondolatokat és üzeneteket viszünk haza. Feliciánnal beszélgettem a szünetben, és pont azt mondtuk, hogy ez a nap nem ér majd itt véget.
az elbúcsúzás után, hanem haza kell vinnünk, otthon is beszélgetnünk kell róla, aztán holnap is beszélgetnünk kell róla, sőt jövő héten is kell róla beszélgetnünk, és valószínűleg a mi életünk már úgy fog eltelni, hogy minden nap kell, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és engedjék meg, hogy a zárszót azt átengedjem dr. Varga József állatorvosnak, az Elveszett Állatok Alapítvány kuratóriumi elnökének, hogy foglalja össze egy picit a mai nap legfontosabb üzeneteit. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm, hogy sokan eljöttek, és meg itt is maradtak itt a végére. Én dr. Varga József vagyok, az Elveszett Állatok kuratóriumának elnöke. 20 éve állatvédelemmel foglalkozunk, és sok gondolatunk volt ebben a témában, hogy mit tudunk jobbat és szebbet tenni a világért. Gyermekeket oktatunk állat- és természetvédelemre, ne kínozzák az állatok, ne gyötörjék a jószágokat. Ez egy fontos dolog, de a gyermekek oktatása a során szembe jött velünk az említett David Attenborough tudósnak a gondolat tömege, ezt ráborítottuk a gyerekekre, hogy tanuljanak ebből, egyszerre csak jött az a film, az Egy élet a bolygónkon című film, amiből arról volt szó, hogy az emberiség szépen lassan vagy gyorsan erről a világról el fog tűnni, csak azért, mert föléltük a világunk általunk adható lehetőségeit, és de utána szépen a földünk az jól lesz. Erre egy csodálatos példát hozott, az atomkatasztrófa Csernobili helyszínét, ahol pár évtized elteltével az állatok még bujában és a növények még bujában éltek, mint addig az ember jelenléte nélkül. Tehát köszöni szépen, a földünk jól lesz. Akkor belénk állt az ütő, hogy amit kell mondanunk a gyermekeknek, hogy erről valamit szóljunk, mert a gyermekeink nem tudnak erről túl sok mindent. Itt már pár szó esett a gyermekeknek a viszonyával, ehhez az információval milyen viszonyban lehetnek az én. Semmilyen viszonyban a gyerekeknek nem szól hozzájuk igazán senki. Ekkor terveztük meg ezt a konferenciát, hogy létrehoztuk. A tudósokkal terveztük a konferenciát, és szó esett, hogy a tudósok ott, meg a tudósok itt vannak közöttünk most. Mert kérem szépen azt, hogy kitaláljuk, hogy az ősrobbanásban mi lesz, és kap érte egy Nobel-díjat. Vagy pedig, hogy még egy gént kivakar valahonnan, kap érte egy Nobel-díjat jó nagy zsetonnal. Amikor bekövetkezik az a tragédia, vagy az a problémakör, ami szép lassan, vagy akár gyorsan rúgja be az ajtót, akkor ez a tudós mit fog segíteni a találmányával az emberiségen? Ez a nagy kérdés, hogy fog egyáltalán valamit segíteni? Nem azok fognak segíteni az emberiségen, akik előre látják a problémát, és szólnak róla, szólnak az emberekhez, mi pedig igyekszünk a gyerekekhez is átvinni ezeket az információkat. Ekkor jutott eszünkbe, hát megkeressük Gerencsér professzorról, hogy mit üzen a gyermekeknek, hogy mi lesz, mit kell tenniük, hogy ne történj meg az, amit David Attenborough mondott, ne legyen katasztrófa. Mit tegyenek a gyerekek a földünk érdekében? A professzor azt mondta, nekik már nem lesz idejük felnőni, legfőbb csak alkalmazkodni fognak tudni ahhoz, amilyen változások be fognak következni. Ez még jobban megerősített, hogy tegyünk valamit. Stumbrió Balázs következett, hogy felkészülés. Hogy lehet felkészülni? Elég sok mindent hallottunk. A lelki felkészülés egyrészt az információban, hogy készülünk a bajra, készülünk a problémára. A második, hogy készülünk mással, téteménnyel, hogy mit fogunk azután cselekedni, amikor baj lesz, hogy fogjuk eltartani magunkat. Ez a következő fontos kérdés. Így ez a felkészülésnek a másik része. És a nagyon fontos dolog, hogy lehetőségek, vagy megoldás. Megkérdeztük, mi a Balázs, mi a megoldás, hogy én tanyán nőttem föl, 500 éve az a tanya, tuti ziher ott állt, a családom pont annyit vett el a természettől, amennyit vissza is adott. Magyarul az biztos, hogy fenntartható a tanya. Tuti ziher? Az megoldás? Nem, azt a választ kaptam Balázstól, szó sincs megoldásról. Mert ha egyszer nem szívesen szépen kérik azt a terményt, amit ott egy évet verejtékes munkával a család fölhalmoz, azt onnan el fog kerülni egy pár perc alatt, ha olyan emberek jönnek, akik nem készültek fel a városban, és el fogják venni a terményeket onnan. Hát ez sem megoldás. Mit tudunk a gyermekeinknek biztosítani? Lehetőségeket, információkat, főlehajtva azért, mert a földünket tönkretettük, a fajgazdaságot ledaráltuk, az élőhelyek jó részét
oda lett a termőföldünket, csak azért, mert nem volt időben esze az emberiségnek, és megváltoztatta volna a termelési módszereket, és például esetleg no-till mezőgazdálkodással gazdálkodtunk volna, vagy esetleg betakartuk volna azokat a földeket, tönkretettük a termőtalajt. És ezt tudjuk átadni a gyermekeinknek. Szégyen, gyalázat. És még nagyobb szégyen, hogy amekkora kárt tettünk, fogalmunk sincs, hogy mekkora az a kár, mert egyszer jön a baj. Tudósok boncolgatják, mikor jön a baj. Hát nem tudjuk, elég hamar és egyre gyorsabban, már 1972-ben a római klub megrendelésére azt mondták, hogy 2050-re nagy baj lesz. Most ez szerintem, szerintünk, és nagyon sokak szerint inkább közelebb lesz. Természetesen az nem hirtelen fog jelentkezni, ha már hány fok volt most október végén? Hát igen, szokott itt ilyen hőmérséklet lenni? Tavaly milyen nyarunk volt? Szokott ilyen lenni? Az utóbbi, nem tudom hány év, nem értek, nem vagyok ilyen szempontból tudós, de tudjuk azt, hogy szeptemberben és októberben a legmelegebbet mérték, legmelegebb szeptember, legmelegebb október volt, ami csak a mérések idáig a mérések zajlottak. Hát ezt fogjuk tudni a gyermekeknek átadni, de ezt nem tudjuk csak úgy egyszerűen megtenni. Miért? Mert nem lehet megrémiszteni őket. Kislányomnak elmeséltem, hogy nem fog tudni a kütyüjeivel játszani, egy kicsit nem lesz áram, rögtön sírva fakadt. Ezt nem itt kell megtennünk, hanem tudósoknak kell, olyan szakembereknek kell ezeket az információkat, ami egy ilyen konferencián a felnőttekhez szól, átdolgozni gyereknyelvre, hogy gyermekek megértsék azt, hogy mitől fog függeni, és felkészülnek a gyermekek arra, hogy azért itt nagy baj lesz, de ne rémüljenek meg, hanem rögtön azon gondolkoznak, hogy mik a tennivalók, és a szülők milyen lehetőségről, meg a tudósok, a valódi tudósok milyen lehetőségekről számoltak be, ami mencsvárat jelent a további életük során, és tudnak tételményképességet tudnak biztosítani a saját maguk érdekében. Óriási a feladata ezáltal a pedagógusoknak, mert csomó gyermek a pedagógiától először a suliban hallja meg azt, hogy nagy baj van, mert otthon vagy technopinista szülei vannak, vagy annyit dolgoznak, mint a güzű, nem tudnak ott. Nincs idejük ezzel foglalkozni. Meg a politika szól egyáltalán normálisan a felnőttekhez, hogy itt baj lesz? Nem, vegyetek elektromos autót. Azt mondja a politika. Mindegy, itt volt hogy szó, hogy most hogy melyiknek nagyobb a lány, melyiknek, mindenki kitalálhatja, hogy melyiknek igazán nagyobb a kibocsátása meg a lábnyoma. Mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Tehát ezt tudjuk a gyermekeinknek biztosítani, de sokkal többet is. Gyula Ivánnak például van egy rendkívül jó tanárúrnak egy olyan technológiája, amit a mélymulcs technológiának hívnak. Én személyesen láttam, hogy 500 négyzetméter per fő területen kis mezőgazdálkodásra, sajnos nagy mezőgazdálkodásra nem alkalmas ez, de kis mezőgazdálkodás alkalmas technológiát el tud látni egy embert, ez az 500 négyzetméter. A közösség önellátásnak a óriási nagy és fontos szerepéről van még szó, ahol egy közösség összeáll, és nem csak, mint például a Krisna-völgyben, nem csak önmagukat látják el, hanem bizony karitatív tevékenységet tudnak abból a mennyiségből, az ott megtermett mennyiségből megoldani. Ez egy igen nagy fontos olló. Mi az olló lényege a lépték, amiről Gerencse professzor a zöld átálláshoz való energetikai, illetve alapanyag lépték nincs, nem áll a rendelkezésünkre. Ezt gondolom mindenki le tudta szűrni ebbe az előadásból, mert ez nagyon fontos gondolat számomra. Itt az önellátásnak a léptéke lesz nagyon fontos, és ezért is hoztuk létre a Post Fossil Life programot, aminek majd nagyon szeretném, hogy követői legyenek, figyeljék és ötleteket adjanak, mert minél több ötlet, minél több gondolat közelebb hozza azt a lehetőséget, hogy a léptéket félre tudjuk dobni, és a megoldáshoz, a lehetőségeket a megoldásokhoz közelítjük. Ezzel szeretném zárni a gondolataimat, illetve óriási köszönet a tanáruraknak, akik itt megjelentek, és csodás előadást tartottak nekünk, és nagyon szeretném megköszönni a szervező csapatnak, az Elveszett Állatok Alapítványt, a Post Fossil Life programnak a csapatának ezt a igen komoly karitatív produkciót, hogy ez az előadás, ami rengeteg melót és rengeteg szervezést igényelt. Mindannyiótoknak köszönöm, akik itt vagytok jelen. Még egyszer köszönöm,
és köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a figyelmet. Minden szépet, és jót kívánok! Nagyon szépen köszönjük, és hölgyeim és uraim, talán a legfontosabb gondolat, miután beszéltünk róla, hogy mit tehetünk, az az, hogy ezeket a gondolatokat tényleg vigyék haza magukkal, és tényleg beszélgessünk róla. A vacsoraasztalnál, a gyerekekkel, a szüleinkkel, azokkal, akikkel megtehetjük. És azt gondolom, hogy ez már egy olyan lépés, amit megtehetünk annak érdekében, hogy egy olyan közösségé formálódjunk, amit talán minden előadásban hallhattunk. Köszönjük szépen, legyen nagyon szép napjuk, viszontlátásra!